Az iskola úgy normális, hogy ott van a diák és a tanár is. Így fogalmazott a gimnázium igazgatója híradónknak ma kora reggel, az első tanóra előtt néhány perccel. A gimnáziumba is újra megérkeztek a diákok, akik természetesen az intézmény alapos fertőtlenítése után és a már megszokott óvintézkedések, szabályok betartásával ülhetnek újra iskolapadba. Komoly pedagógiai feladat lesz lezárni ezt az évet, ám a tapasztalat azt mutatja, helytálltak a diákok az otthoni tanulás során is, mondta Gulyás Zoltán igazgató. Volt felmérésünk is, saját kérdőívezés, ami azt mutatta, hogy a nagy többség tanult és jól haladt az anyaggal. Nyilván most derül majd ki, hogy az a tudás mennyi, mire elég. Nagy-nagy türelem kell ezekben a napokban, hiszen nem indíthatjuk onnan a munkát, mint hogyha pénteken itt fejeztük volna be. Tehát kiesett több hónap, a kicsiknek március óta nem volt tanítás, a nagyoknak november 11-e óta. Tehát szerintem az első egy-két óra, az első néhány nap arról fog szólni, hogy visszaszokjunk egyáltalán az iskolába. Az oktató-nevelő munkából most a nevelő munka kerül előtérbe, véli az intézmény vezetője. Az általános iskolák felső tagozatos diákjai is újra beülhetnek az iskolapadba. Az első hét azonban nem a számonkérésről, hanem az esetleg elmaradt tananyag, tudás bepótlásáról szól majd, és persze a lelki támogatásról, mondta az iskola igazgatója. Ez az év, mondhatjuk azt, hogy a lelkiség éve lesz, mert a lelkekre kellett nagyon vigyázni, hogy ne sérüljenek agyon a lelkek, pláne a kamasz lelkek, hiszen most 5-től 8-ig jönnek vissza a gyerekek, ahol nagyon számítana a közösség ereje, és ez kimaradt náluk. Úgyhogy lelket próbálunk ápolni, utána pedig jöhet a tudás. Ebben az iskolában ráadásul rögtön egy kisebb közösségi programmal indították a hetet. A Madarak és Fák napja alkalmából ültettek fákat, amelyeket az egyik osztály a papírgyűjtésből összegyűlt pénzükből vásárolt és ajánlott fel az iskolának. Ők ültették most el a csemetéket az iskola ebédlőjének udvarán. Az osztály két diákja az online oktatás kapcsán elmondta, számukra nem jelentett nagy nehézséget otthon tanulni. Kialakult a rend ebben a szituációban is. 7 körül keltem, és utána megtanultam egész nap szinte. A diákoknak sok esetben természetesen nem csak az iskolai életet, de a barátok társaságát is nélkülözniük kellett. Ám igyekeztek persze lehetőséget találni a kapcsolattartásra. Nagyon sikerült, akik közel álltak hozzám, azzal sikerült. Én is tartottam, a több osztálytársammal is találkoztam, kimentünk a parkba, kosárlabdáztunk, szórakoztunk együtt. Az iskolákba tehát újra visszatért minden évfolyam, nem sokáig azonban, hiszen alig több mint egy hónap múlva véget is ér a tanév.